Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés úgy hangzik, hogy mi az ő gondolata vagy terve. A második kérdés, hogyan érzi magát, és a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, viszont én biztos vagyok abban, hogy ez neked szól, hiszen nincsenek véletlenek. Itt megkapod a választ a kérdésedre. De ha kérni akarsz egy személyes jóslást, annak is megvan a lehetősége, hiszen e-mailen keresztül felveheted velem a kapcsolatot, és akkor kivetem számodra ezt a három kérdőjeles jóslást, vagy egy másikat, ami passzol a helyzetedre. A díjam az 4000 forint. Ez megjelenik, mint egy videó álnéven, miután én ezt feltettem a másik csatornámra, utána átküldöm a linket a videóhoz, és akkor megnézheted a te személyes jóslásodat. Minden jóslás 4000 forint, asztrológiával együtt 10000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi foglalkoztatja őt, milyen tervei vannak, és ezt megnézzük most, mit mutat a kártya. Itt látható nála a mozgás. Előre mennek az események, de ő benne van egy átmeneti időszakban, hiszen az egyik partot, a múltját, azt lezárta, azt elhagyta, de az új part még nem látható. Tudja, hogy lesz változás, irányítja az eseményeket, vannak tervek. Előfordulhat, hogy kicsit bizonytalan, mert nem tudja, hogy mi vár rá, ez még nem látható. A második kérdés, hogyan érzi magát? Itt a fő papnő adja számára a hitet, hisz abban, hogy oda érkezik az új partra, lesznek változások, és így javul a helyzet. Amit ez a kép még jelenthet, egy spirituális terület. Az is lehet, hogy ez a hivatása, vagy értekli ez a terület. De én úgy gondolom, úgy érzem, hogy itt ennél a kártyánál inkább az ő hitéről van szó. Bízik magában, vagy benned, vagy ebben a szerelemben. És a harmadik kérdés úgy hangzik, hogyan közeledik hozzád. Itt látható az ő maga biztos fellépése. Tudja, hogy mit akar. Lesz mozgás, felét közeledik. Itt megjelenik a tűz eleme, kimutatja a bátorságát, a lelkesedését, sőt azt is, hogy szeretne egy testi kapcsolatot, hiszen ez a kép utal a szenvedélyekre is. Jelenleg még itt ül, itt trónol, és az azt jelenti, hogy még figyeli a dolgokat, tehát nem fogja ezt elsietni, de mégis bízhatsz abban, hogy egyik napon majd ott lesz nálad, hiszen itt lesz mozgás, a tűz eleme mindig mozgásra utal. És a következő lap azt jelenti, hogy mi köt össze benneteket. Újra a tűz eleme, a bátorság, a lelkesedés, a szenvedélyek, ő közeledik hozzád, bízhatsz abban, hogy jönni fog. Itt megvan a győzelem is, hiszen a régi partot lezárta. Itt mindentől elbúcsúzik, ami eddig zavarta őt, ahol kihívások voltak. És ez a győzelem, ez jelenti azt is, hogy kettőtök között lesz egy közös út, vagy lesznek tervek, de hagyd, hogy ő hozza a döntéseket. Mert ha te mondod azt, hogy te mit akarsz, akkor lehet, hogy azt
ő úgy gondolja, hogy parancsolgatsz neki, és előfordulhat, hogy ilyen esetben akkor kicsit visszahúzódik. Add neki azt, vagy közölt vele azt, hogy mennyire becsülöd őt, hogy ő legyen itt a győztes, hiszen ő akar itt a középpontban állni, és hagyd, hogy ő irányítsa a dolgokat, hiszen ez az ő vágya. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendel rá!